Mérföldkőhöz érkezett katonatelepen a közvilágítás kiépítése, a vasúton túli utcákban húzzák végig a vezetőszálat az MVM munkatársai, az első ütemben a Hosszúnyelű utcában lesz közvilágítás. A városrendészek és a polgárőrök segítik a külterületen élő rászorulókat, a járőrök felkutatják az elesetteket és a segítséget nyújtó szervezetek adományait is célba juttatják. Kilövik a vaddisznókat a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. A vadgyérítés december 19-éig tart. A 17 órai záráskor a területet a látogatóknak el kell hagyniuk. Bővül az egybérlettel autóbuszon és vonaton integrált személyszállítási szolgáltatás Kecskeméten, december 12-től pedig a Mávstart ZRT új vonatot állít forgalomba a Kecskemét-Szolnok vasútvonalon. A téli időjáráshoz autónkat és vezetési technikánkat is igazítanunk kell. Nem elég a téli gumi beszerzése, a járműveket fel kell készíteni a téli időjárás viszontagságaira.